Sziasztok pupákok, Cera vagyok. Remélem, hogy minden szuper. Ez itt a Bioshock következő része. Talán minden szuper. Jó van. Hát elméletileg, pupákok, ez az utolsó rész. Gyakorlatilag majd kiderül. Ugye most ott tartok, hogy Big Daddy-vé kellene válnom. És ehhez már nem sok mindenre van szükségem konkrétan. Már csak... A hangomnak kell Big Daddy-snek lennie, illetve feromon minta kell. Feromon mintát a kis csodák nevelőintézetben találhatok. Király, akkor menjünk először oda. Fent kéne mennem. Na, itt van Tommy, üdvözöllek, csacsa! Oké. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz egyébként. De a kamera már velem van. Hát ez egy gyors headshot volt, oké. Itt kéne összeszednem valami feromon mintát. Ó, na pont olyat. Pont ez kell. Jó, már csak egy van hátra. Ó, ott az nekem kell, ott az Adam. Big Daddy alakban eléggé nehéz itt ugrálni. Ó, megvan. Ez az. Az a pali, az eléggé rossz napot fogott ki. Hát barátom, ezt megszívtad. Lehet, hogy én is nem tudok kimenni. Jöjj. Oké, már csak egy kell. Hol az utcsó? Ez a játék még mindig nagyon elborult. Jó. Na, úgy tűnik ez most nagyon megy. Még egy hercse. Ó, baszki. Ja, most mondom, nagyon megy, aztán majdnem meghaltam. Mégse, hát ezt meggyógyítjuk magunkat. 16 dollár volt, de... Megérte. Jó, hát egy darab kell. Nem hiszem el, hogy nem találok egyet. Első segélycsomag zsír. Van három. Ott egy Big Daddy, oké. Okay. Az Isten itt! Még egy headshot! Oké. Okay. Big Daddy, nem akarlak bántani. Azt nem bántanom kéne valahogyan, mert van nála egy Little Sister. Várjunk kell, az a gép. Feltörés. Nem tudom, na feltörés, oké, okay, feltörés. Oh my god, ez talán nem lehet, nem fog sikerülni ám. Na te Isten. Oké. Okay. Jó. Mi a pöcs? Na még egy cucc kell. Ez. Az ott hogy került oda? Ilyet akartam oda tenni a rohadt életbe, riasztó. Még egyszer. Baszki, hát nem hiszem, ez tök nehéz amúgy. Erre. Jó. Isten. Jó, az ott elvileg lassítja. Oké. Okay. Na ez az most sikerül. Jó, kész. Na ez a tűz most itt velem van. Az meg nincs. Ez ki, hát nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy egyszerűen itt szenvedek. Jó. Ez az. Nem lesz elég egyenes, már most látom. Hát király. Na mindegy. Meg fog dögleni.
tudom bezárni? Miért nem tudom bezárni? Talán nem jönnek be ide. Ez 9, 8. Jó, megúsztam. Valaki köhög. Hát ez nagyon beteg. Jó, ez a kis gépem kivégezte a másikat. Egy feromon minta kell. Fogalmam nincs, hogy az merre van. Egy mockó. Itt van, megvan. Oké, okay, 3x3 megvan. Neki kellene mennem még a Big Daddy-nek is. Szevasz. Megmentsem a kislányt. Talán erre jön. Így van. Azaz. Pontosan ide csalogatom majd. Azaz jön. Hát ez nem megy el addig. Hát, hogy látjátok, nem gyenge ez a játék. Még mindig. Nagyon durca. Na, propi! Lőd! Ez az! Mi nem lövi? Az az jó. Na, megvan. Megám, hol a kislány? Ne csináld! Hát pont a kislányért jöttem. Nincs most valami nagy érdeklődés. Hát amúgy igen, vasárnap van is. Mindenki kussol. Hol a kis csaj? Na tök jó, a kis csaj megemet. Na jó van, mindegy, hát akkor ez itt totál nem érte meg. És nem tudok venni életet sem, hát király. Na jó, hát akkor menjünk vissza. Feromon minta megvan. Már csak mi kell? Big Daddy hang. Optimalizált eugéniák, az itt lesz. Ja. Ó, de legalább van egy csomó pénzem. Jó van, itt van Jenny. Ciao, ciao. Ő igen, FIFA lesz majd. FIFA lesz majd, csak most. Bajosokot azt mindenképpen be akartam már fejezni. Most kell a hangtorzító. Na nehogy már nekem még ilyen riasztók itt bekapcsolgassanak. Remélem, hogy új irányba megyek. Na, őnála van kislány. Kell a kislány. De valószínű meghalok most. Jó. Ne basszál. Úgyis, tehát ezzel semmire nem megyek. Ez a fegyver nagyon gáz. Meghalok. Ó, Istenem! Pedig a kis csajt meg kellene mentenem. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg ebben a részben sikerül befejeznem a játékot. Elméletileg nagyon közel vagyok már az endjátékhoz, valamint a végjátékhoz. Van a use effort. Oké, okay, és itt be tudok menni? Ha? Jó.
Na, maradt még pénzem. Jó, na most gyere, Big Daddy. Ó, a tököm, hogy mindenhol átvizsgálnak már. Na gyere, Big Daddy, ezt hozzád vágom. Erre volt. És most nincs itt. Ó, de azért jöttem. Hangtorzító, köszi. Megvan minden, kész Big Daddy vagyok. Egy picit felgyújtottam a dolgokat, hát ez van. Ó, ja, igen. Megveszek mindent, ez az. Feltaláló, mit találok fel? Autófeltörő, az mindig jó, ha van. Kell baszakodnom a feltörésekkel. Hát jó, menjünk tovább. A Big Daddy-t még jó lenne kicsinálni. Jó, hát ketten vagytok, Jenny és Tommy, óriási egyébként. Mindegy, köszi, hogy itt vagytok és nézitek. Elméletileg boss fight is lesz hamarosan. Szia! Ó! Oh. Azért ügyes, nem? Hát, hogyha megfogy, akkor azt megszívta. Hát, ez szarügy volt neki. Nincs itt semmi érdekes. Aja, ez a gép nehogy bekapcsoljon. Én már húzok is. Na! Menjünk, menjünk! Elméletileg most már... Ó, itt van a félig megpörkött Big Daddy, oké. Okay. Na most valamit ki kellene találnom, hogy kinyírjam. Ezek a nyilak, ezek jók. Kell a fagyasztás. Na, nyomjuk! Kölcs! Oké, okay, na. Megvan! Oké, okay, hol a kislány? Ott van, végre megmenthetlek. Na, itt van Erik is. Ciao, ciao. Hamarosan lesz pontgyűjtés egyébként kupákok, szóval készüljetek. Na, eléggé sok edemem van. Oké, okay, Tennebau meg megint pufázik valamit. Ezek gyerekek gyakorlatilag se beszeretenek. Micsoda. Nem arról volt szó, hogy ők nagyon törékenyek, meg STB. Na mindegy. Így van. Ki kell őket csalnod, amikor átengednek az ajtón. Aha. Meg kell ezt ütni, és kapok egy kislányt. Ó, szia! Most ő azt gondolja, hogy Big Daddy vagyok, tök jó. Na! Ez az, mehetünk. Nem mentetted meg, vagy áldoztad fel az összes Little Sistert a pályán. Ja, három Big Daddy közül csak egyet öltem meg, de nem érdekel, megyünk tovább, jó? Közeledik a végjáték a Bioshock-kolónak. Meglátjuk, meglátjuk, nem tudom, most már negyed órája megy a stream. Remélem azért ebben a részben még be tudom fejezni. Ez a résznek is olyan címet adtam, ami arra utal, hogy befejeződik a sorozat. Kicsinyek elvezetnek Fontaine-hez, meg kell védeni őket. Rendben. Ó, ez valami múzeum lesz, tök király. Gyere, kislány! Mutasd az utat! Tök jó, nagyon buris, hogy... Így Big Daddy szerepben vagyok. Ennyi kislány, nyissad az ajtót.
Ó! Nagyon baba! Ja, bocs. Hoppá, az a mindegy, egy picit bedurvult ott. Megy a műsor! Upszi. Megyek, megyek! Kislány meg itt nekem beszél, hogy lépjünk. Hát ez... Ja. Ők elintézték. Lesz ma még valami? Ha igen, akkor mikor és mi? Biztos, hogy lesz ma még valami. Hát majd este fele meglátjátok, hogy... Csak később délután. És pupákok pontgyűjtés van, tehát aki pontgyűjtő, az most írjon. Jaj! Mi elfogyott? Gyere ide! Júj! Na tök jó, egy töltény maradt. Erik, fel is írtalak. Oké, ilyet én is tudok. És Jenny, oké. Fel vagytok írva. Na! Valahogy itt, mintha lett volna egy kamera, nem? Ott van! Azt nagyon le kell onnan lőnöm, mert... problémám lehet. Jó. Jó, hogy a kis csajci meg közben itt dolgozik. Hát jó. Ja, nekem meg kell védenem. Mi lenne, hogyha nem páncéltörővel lőnék? Pisztoly történt, már is jobb. Gyere, gyere! El vagyok! Jó. Na még egy! Na hogy állsz? Húj, de ocsmány ez a poli! Na ne csináld! Ez hülye? Csinálsz. Oké. Na mi lesz már? Nekem mondja azt, hogy siessek. Te siessél, kislány. Jó, ja, hogy ide futkoznak, és itt... Aha, ez rájuk is működik. Jó. Ja. Na hát, király. Jó, megvan. Azt mondja, menjünk, menjünk. Oké, mehetünk. Na, ciao, mikor lesz FIFA 16 HSP? Ma este. Ma este lesz. Szia, Dina, üdvözöllek, és neked is szia, persze, Gábor. Üdv mindenkinek. Jó volt a VV-je, közi szépen, közi szépen. Nem tudom, hogy lesz-e még. Na barátom. Á, is elfogyott. Várjunk, van egy... Ezt a fegyvert alig használtam. Szerintem amúgy nagyon tréde. Vagyok. Mondjuk lát egy angyalt, aki... Hogy táncol a... Igen, várj, ez kell nekem. Fel kéne törnöm ezt a cuccot. Oké. Na ne csináld! De most minden cucc egyébként velem van. Elvileg.
begyűjtés, oda vonzza a splicereket. Jó, gyertek! Úristen, mik ezek a hangok? Ott van! Jó, hát ez Dora. Főleg, hogy vele vannak a propik. Kis csai tég közben pörkölődik, de nem gond, csinálja a dolgát. Nem is rossz ez a fegyver. Mondjuk ilyenkor elég nagy szarban vagyok, mikor tölteni kell. Van, meddig tölt még? Erre elfogy, király, baszki. Szóval Szilárd, jó, Edina és Szilárd is megkapjátok a pontokat. Ez nem sebezi úgy, ahogyan kellene. Ehhez az adjátok a pénzt. Edina és Szilárd, jó, felülök titeket is. Nem zavar, hogy közben lőnek, vagy ilyesmi, el vagyok. Teljesen korrekt, nem? Minden a legnagyobb rendben van. Na, a kislány már tovább megy. Itt is azért történtek dolgok, látom. Nem mondod, hogy a kislányomat dövi. Az ellenem van? Mekkora rossz autohekcse. Na, menjünk! Nincs erre még valami? Jó. Megkaptátok a pontot, igen. Meg van hűlve a YouTube. Ja, igen, a feliratkozókat tekintve nagyon durván. Remélem, hogy a streammel minden rendben van. Hát most megpróbálom feltörni. Olyan jobb lett volna, ha nem teszem rá a kísérletet. Oké. No, várjál! Elcsesztem? Majdnem. Hú, hát ez nem sokon múlt. Vár... Hú, meg lesz ez. Igen. Kész. Zsír. Kis csaj! Menjél. Itt, ide menjél be! Csinál ez vele. Szóval nincsen vesztegetni való időnk, aztán itt szivat engem. Menjünk. Ojjaj! Várjunk. Menjünk már! Na. Igen, itt ez a Big Daddy, akire ráesett ez a cucc. Nem tudom kizsebelni. Oh my god, megint történik valami. Mi lő? Faszki! Kicsaj, mindjárt meghal! Nem hiszem el, basszus. Meg beragadok ide. Ezek a szarok itt szép lőnek. Autohack, csá. Mi lőtt még? Sietek, menj a helyedre, kislány, ide be! Na végre. Mindjárt meghal, szegény. Ó, persze! Mit csoda? Közben kis csaj meg a dumál nekem, vagy hopp-hopp. Persze. Úristen, hát ez nagyon durva. Na jó, fagyasszuk meg őket. Mindig útba van. De jó Isten! Na meghalt a kis csaj, jól van. Persze, oda megy, belemegy a nagy harcba. Én meg fotózok közben. Hú! Dimasz fasza, jól van.
Fuck, ez a játék nekem még mindig nem megy így egére nagy billentyűzettel. Ez a legjobb, ez a legtutibb fegyver, kész, nem kell semmi más. Sose fogy ki a töltény, mindig van benne, amennyi kell. Legjobb. Kész. Kell kis csaj. Hát de basszus, miért ment oda meghalni, de most komolyan. Gyere. Jön? Jön. Aj. Megint lesz vala. Ó, te Isten! Viszlát! Van valami képességem. F6. Céltábla. Igen. Ó, az ott lefoglalja őket. Igen. Eltaláltam, miért nem zuhant le? Ó, Istenem! Kis csaj megint a lábam alatt van. Ez ugye a 11. vagy 12. részre azért már megtanulhattam volna az irányítást, de... Látjátok, hogy mindig nehézkes. Az a gond, hogy annyi minden gombot kell nyomni néha. Nem tudom, kontrollerrel milyen lenne. Az kell. Szép volt. Na, csináld a dolgod. Lip kislány, hát igen. Nem baj, van egy másik. És megint jönnek ezek a splicerek. Isten itt. Ó, hát ebből nincsen nekem sok. 6-7-es. Ez a legjobb fegyó. Csapdanyíl. Ez mi? Jó, a csapdanyíl az király. Honnan jönnek? Ide egy csapdanyilat. Miért nem hatott rá? Baszki már! Tessék! El nem hiszem, mit szívok már. Van ide! Töltény! 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 Gyere vissza, töltény! Gyere vissza, töltény! Hova fut a töltényem? Na! Ja, menj gyógyítani magát! Kis csaj megint meghalt, gondoltam. Isten, nem megy ez. Tűz. Gyere, barátom. Megszívod. Aj, nem vártam eleget. Nem baj, így is jó. Megint megtölteni magát, jó? Te Isten, mennyi minden történik itt. Elektromos tűz ez az. Meg itt is egy. Na, kislány, csináld. Figyeld a splice-re. Ez mi? Miért a kislányt bántjátok? Megint alattam van a kislány, és nem tudok mozdulni. Na, végre tovább mentünk, jó? Hát, ja. Végül is nem haltam meg, de érzem, hogy...
Ez itt nem egyszerű. Én a komra is szivatni akar. Cső. Jó, gyógyítsunk. Töltényem is alig van. Remélem, hogy nem jön semmi durvább. Király. Király, hát... Hát ennél csak... Könnyebb ellenfél jöhetett volna. Film, jó. Fotózzunk akkor, mindig megnyomom az ötöst. Vati, ülj Jézuska! A célnyíl, az jó. Ne bánts már! Van én nem, ez az! Jó, nem lesz itt baj. Szegény kis csaj, mi? Jaj, nem tudok itt menni? Oh my god. Hú, de beszorultam, most van, most vagyok szarban. Persze, az is lőjön meg, ez is megöl. Nem tudok, a kislány bent tart, nem tudok elmenni innen a kislány miatt. Meg fogom tögleni. Na, kinyírtam. És el tudtam jönni végre, jó? Hát, ez óriási nagy szívás. Hú, basszus. Úgy szeretem a lányokat, mint egy jóbor 10 évesen a pincében. Júj! Azért ez durva volt, Szilárd. Na jó van, nincsen több életem, és... Ott az a professzor nagyon gyanús. Töltény nulla. Na, itt van töltény. Meg kéne ölnöm. Lóvém az van, csak tényleg töltényt kellene vennem meg életet. Na, mi lesz? Most megint jönni fognak mi. Nem, tovább mehetünk, zsír! Na! Ja persze, hát innen jött a Big Daddy, aztán visszaüldözött. Oké. Igen. Jó, vannak itt cuccok. Kifegyvertöltény, érzékelős akna. Úgy érzem, kupákok, hogy hamarosan jön a boss fight. Hamarosan lesz pont boss fight. Szerintem. Hát ebbe jobb lenne nem belemenni. Oké. Na, Fonten már nyomja a szöveget. Jó, ezek mindke... Ez az, baby! Ez az! Töltény! Egy isten! Jó, végre valami. Ez az. Ez is kell, egészségfejlesztés. Ez az. Megnőtt az életed. Zsír. Oké. Első segélycsomag. Ez az, baby. Jaj, de feltankolt a cera. Na, hát most nagyon full house vagyok. Ez az. Ó, de király. Hú, hát egy mentést most nyomok is. Hú, de feltankoltam. És pupákok általában az van, hogyha... kapsz sok töltényt, meg életet, meg mindent, akkor ott valami nagy ellenfél lesz. Vedd el ezt, nyomd a rossz emberbe. Köszi. Edem termés. Fontaine odafent vár, innen már nincs visszaút, bizonyosodj meg arra, hogy készen állsz a megölésére. Mielőtt tovább mész, igen! Ez az! Boss fight jön! Hú, na jól van, király! Hát bizonyosodjunk meg róla. Full house vagyok. 8-as, hol a 8-as gomb? Itt van. Acélhegyű nyíl, ez a legkirályabb fegyver az egész játékban.
Ez egy isten, úristen, mennyi minden. Napalm, hidrogén, azokat pont nem szoktam használni. Van 4 dolcsim, hát az nem, az semmi. Invent cucc. Mik vannak még itt? Személy elleni töltény. Na, ebből legyen sok, jó? Hűkereső rakét, ez is jöhet, baby. Ez az. Azaz, na! Hát pont el nem tudom, hogy... mi lesz szegényel. Szerra nagyon durván betankolt. Okés. Nyomjuk, jó? Boss fight! Gyerünk! Betöltés fontein. Na, kíváncsi vagyok. Játékmentésre ne kapcsolt ki a számítógépet, nem is akartam. Ó, ez az! Most kiderül minden! Micsoda? Ja igen. Elég érdekes egyébként a sztori a játéknak. Húha. Nem lesz az, hogy a következő rész streamben kiderül. Ő itt Fontaine? Fontaine Edemie. Nem mondod, mit csinált ez magából? Wow! Wow! Hú, ez a rakét az nagyon, nagyon király cucc. Figyeljétek! Bazzeg, mit kaptam? Hőkereső rakéta ráadásul. Hát a csávó azért eléggé meleg. Oké, megint. Eden beadás. Ez az. Húha, és ezt még kétszer meg kell csinálnom vele. Na nem, most fagyos lett a csávó. Micsoda, ellenem jönnek a robotok is. Érzékelő sak. Na jó, erre jön úgyis. Oh my god. Hú, hát ez tényleg elég durván boss fight. Picit. Bazzeg, F3. Gyere, Fontaine. Hol jön ez? Baszki. Nem mondod, hogy mellé ment. Hova mész? Ez az, ez a legkirább, ide kell csalni. Jó, most visszament. Megint van 6 hőkereső rakétám, ez a legdurvább fegyver. Na, már csak egyszer kell megcsinálni. Most mi lesz? Tölcs. Jaj, miket dobál? Hogyan menekült? Jaj! Ezt a gömböt benéztem. Jó, semmi baj nincsen. Valaki repült. Jézuska! Úgy, menj bele, menj bele! Ott van az érzékelés, nem menj bele. Belement! Jó. Na, az utcsó! Az utcsó! Szívd ki belőle az edemet! Ez az! Nyertem! Nyertem! Mondd, hogy nyertem! Nyertem!
than that life you thought you had? That was something I dreamed up, and I tattooed inside your head. Now, if you don't call that family, I don't know what is. Ott egy kislány. Ez az! Gyerünk! Nincs oda egy aranyember, nem? Ó, jaj! Ez az! Hú, de beteg! Mission failed? Hát ez nem, nem mission failed. They offered you this city. Milyen jól döntöttünk egyébként a második részben, hogy megmentettük a kislányokat, nem? Megmentettük a kislányokat, igen. A chance to learn, to find love, to live. And in the end, what was your reward? You never said, but I think I know. A family. Upákok vége. Na, még egy pontgyűjtés, most nyomjunk ennek örömére, pontgyűjtés van, és írjátok le ezzel együtt, hogy mi a véleményetek, hogy tetszett nektek ez a játék. Hát ez eléggé durca volt, na. Itt van Turbo is velünk, ciao Turbo, üdvözöllek. Ez a játék, ez nem volt semmi. Nagyon nehéz egyébként, legalábbis nekem eléggé nehéz volt, főleg így. Tényleg így a gombokkal volt néha bajom, egy csomószor a kamerát vettem elő, amikor lőni akartam, meg ilyenek. De egyébként az biztos, hogy nagyon brutális atmoszférája van a játéknak. És hát ugye kiderült, hogy mi nem is egy ártatlan ember voltunk, aki csak így bekerült ebbe a városba, hanem hát ez az embert, akivel voltunk, igazából teremtették, és végig irányították, hogy mit csináljon. Aztán sikerült megtörnünk ezt az irányítást, közben meg kiszabadítottuk a kislányokat, megmentettük őket. Most így láthattuk a végén, hogy ezért cserébe lényegében úgymond egy családot is kaptunk. Ja, hát ez eléggé durca volt. Elég alvilági volt, ja, így is mondhatjuk, Szilárdnak közben még egy pont, rendben. Hát ja. Engem kirázott hideg, amikor mondta, hogy egy család. Igen, amúgy egyébként, igen, engem is itt a végén itt kirázott a hideg. De ez a játék, ez nem volt semmi. Nem volt semmi ez a játék, azt tudja. Hát méltán kapott jó pontokat, ugye, meg az egyik legjobb, úgymond egyszemélyes kampányú játék ez. A sztori is szerintem úgy rendben volt, de tényleg, amire a Bioshock király, ez mindig a hangulata szerintem, mert ennek azért nagyon durván jó hangulata volt. Meg elég is sok mindent lehetett azért csinálni, tehát nagyon változatosak voltak a fegyverek is, meg minden. Szerintem, nem akarsz Mafia Run végigjátszást így streamben? Nem tudom egyébként, de most ugye véget ért egy sorozat. A Bioshock koló. És Eriknek is közben írom a pontot. És hamarosan lesz egy toborzó, ahol úgymond megbeszéljük majd, hogy mi legyen a következő sorozat. Mert hát, hogyha valami véget ért, kezdődik egy új. Gondoltam már jó pár játékra, nem tudom tényleg még, hogy melyik lesz, ezt majd megbeszéljük. Most, hogyha tetszett egyébként a videó, vagy a sorozat, akkor lájkoljátok a videót, vagy írjatok valami kommentet, vagy ilyesmi. Ahogy tudjam, Jennynek is megírtam a pontot. Hát szerintem egy jóféle játék volt. Visszanézem gyorsan most a kommenteket, hát ha volt még valami érdekes. Gyorsan ide is teszem. Hát igazából, ja. Kip kislány, hát ja. Na jó, van, mikor lesz az a toborzó, azt nem tudom.
Hát vagy ma, vagy holnap, jó? Vagy ma, vagy holnap meg lesz ott a toborzó, és akkor eldöntjük majd, milyen játék lesz. Hát gondoltam egyébként a Doomra is. Szerintem az elég jól pótolná ezt a játékot, vagy a Tomb Raider játékra esetleg, vagy Assassin's Creed Rogue, Gears of War 4, hát valami ilyesmi. Ja, te végigjátszottad a Mafia 3-at és imádtad, Szilárd, nem kell aggatni a rossz véleményekre, jól van. Mi az a korona a neved mellett? Ja, hát az azt jelenti, hogy... hogy hát Armin vagyok igazából, tehát a kis király úgymond. Nem rossz ötlet a Doom. Ja, lehet, hogy az lesz. Na jó, van pupákok! Hát a Bioshockból akkor ennyi volt. Remélem, hogy tetszett. Nekem igen. Aztán akkor hamarosan jövök vissza a toborzóval, illetve lesz ma FIFA 16 karrier mód. HSP, ugye? Valamikor este felé. Sziasztok! Te vagy a király, köszi! Jól van, sziasztok!